Stúdióban üdvözlöm Máté Zsuzsát, a Szent István Intézet igazgatóját, kezi csokolom, és Duró Dóra, Mi Hazánk országgyűlési képviselőjét, kezi csokolom. Jó estét kívánok! Négy nappal a nők nemzetközi napja előtt Franciaország elsőként a világon alkotmányba foglalta a terhesség megszakításhoz, azaz a méh magzat megöléséhez való jogot. Az alkotmányban olyan értékeket szoktak kifejezni az országok, amelyek társadalmi konszenzust élveznek, ami az tulajdonképpen egy országnak a véleménye a világról. Milyen bizonyítványt állít ki magáról az az ország, aki alkotmányba emeli azt, hogy a gyermekgyilkosság nemzeti konszenzusnak az alapja, Zsuzsa? Hát tragikus. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy egy nemzet, és hogy milyen éhezés közepette történt mindez, és hogy mit nyilatkozott róla. Francia büszkeségnek mondta Macron. Hogy ez egy egyébként a nemzetközi térbe is betett nagy pozitív gyakorlat, hogy egy újabb szabadságjogot deklaráltak az alkotmányukban. De miről van szó? Arról, hogy a jövő francia állampolgárait gyakorlatilag szabadon lehet elpusztítani. És tulajdonképpen nem is szeretem az abortusz szót használni, mert az úgy elfedi a történetnek a valódiságát, már olyan értelemben, hogy a magzatgyilkosságról beszélünk, és valóban egy alkotmány mégiscsak egy nemzetnek az étoszát, azt az értéktárat kellene, hogy felmutassa, amiért összetartanak, és sajnos azt látjuk, hogy a francia társadalomnak, legalábbis, hogyha hihetünk a kutatásoknak, a 80%-a ezzel egyet. Hát ezt mondják ők. A valódi tragédia, azt hiszem, hogy ebben mutatkozik. Képviselőasszony? Hát ez egy döbbenetes agymosásnak a következménye, úgy gondolom, és egy jogi megvalósulása annak, amit az elmúlt évtizedekben Nyugat-Európa több államában már láttunk sajnos, hogy az élet kultúrája helyett a halál kultúrája hódít teret, és ezt igyekeznek most alkotmányos joggá is tenni, ami egy rendkívül veszélyes, és a jövőre nézve egyébként az egész európai civilizáció fennmaradását veszélyezteti. Tehát amikor a gyermekekről amikor egyáltalán az életről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy van-e jövőnk egyáltalán, és van-e értelme mindannak, amit csinálunk, teljesen mindegy, hogy valaki a tudomány, a művészet, a munkavilágában, vagy éppen a politikában, a közéletben tevékenykedik, azért igyekszik az ember gyarapítani a nemzetét, a közösséget, hogy áthagyományozza azt az értéket, amit létre tud hozni, és ezeknek az összessége lesz az, amit nemzeti értékeknek nevezünk. És ebben egyébként egy civilizációs probléma van, aminek ez egy nagyon súlyos megmutatkozása, tehát az alapvető probléma, hogy nem tisztelik az életet, és az önzés kultúrája teljesedik ki Nyugat-Európában. Ahogyha egy picit a magyar szabályozásra is tekintünk, és a liberálisoknak a leggyakoribb érve az abortusz mellett, ez a bizonyos válsághelyzet, hogyha az édesanya válsághelyzetbe kerül. Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy gondolkozzunk el azon, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül, mondjuk egy éves gyermekkel, tehát mondjuk a szülei megharagszanak rá valamiért, elhagyja a párja, elveszíti a munkáját, és tényleg kilátástalannak tűnik a helyzete, akár a lakhatását is elveszíti. Most még mindenki megrökönyödik azon, hogyha egy ilyen helyzetbe került édesanyja, azt mondaná, hogy akkor megölöm az egyéves gyermekemet, mert nehéz helyzetbe kerültem. De akkor, ha ezen megrökönyödünk, akkor miért lehet mondjuk ugyanazt a gyermeket másfél évvel korábban megölni, elvenni az életét, azért, mert valaki nehéz helyzetbe került. Ráadásul, hogyha az abortuszon átesett nőket nézzük, akkor azért arról nagyon fontos beszélni, hogy az nem ér véget ennek a beavatkozásnak az elvégzésével, hanem ezt a terhet az édesanya élete végéig cipeli utána, ami rendkívül súlyos egészségügyi következményekkel is jár, illetve mentális tehertétel is a számára. Tehát elsődlegesen azt a filozófiai alapvetést kellene kimondani, hogy az élet a legnagyobb értékünk, és minden áron meg kell védenünk, és hogyha erre így tekintene akár Franciaország, vagy ez a nyugat-európai társadalom, amely a pusztulás kultúráját választott az elmúlt évtizedekben, akkor más lenne a helyzet, és nem is küzdenénk mondjuk ilyen demográfiai problémákkal. Ez egy képviselőasszony amellett érvel, hogy az nem egy probléma megoldás, tehát egy problémának nem megoldása az, hogy megöljük a magzatot.
Igen, és ráadásul nem látunk arra vonatkozó igyekezetet, hogy egyébként azokat a valóban válságban lévő állapotos nőket, vagy azoknak a családjait olyan szinten akarná mondjuk bárki támogatni, hogy elkerülhessék ezeket a valóban tragédiákat, mert azok a fiatal nők, akiket itt látunk ezeken a döbbenetes képsorokon is az Eiffel torony környékén örvendezni ennek az elképesztő hírnek, meg vannak vezetve, tehát be vannak csapva, mert azt gondolják, hogy egyfelől, most gondoljunk bele, hogy az ultrahang korában, amikor látjuk, hogy hogyan fejlődik a méhben egy magzat, akkor kristálytisztán tudjuk azt, hogy az élet a fogantatás pillanatával kezdődik, ahogy nagyon helyesen az alaptörvényünk is egyébként kimondja, hogy védendő az ember a fogantatásának a pillanatától, a evilági természetes halálának az időpontjáig. Mind a két végpont az ma meg van kérdőjelezve. A születést, vagy nem a születésnek, a fogantatásnak az időpontjáig, pontja is, illetve a természetes halál körül is mennek ezek a viták. Na de mit üzen ez a társadalomnak? Hogy teljesen esetleges a létünk. Bárki dönthet arról, hogy létezzünk-e egyáltalán. A leggyengébbeket magukra hagyjuk, tehát egészen torz társadalomképhez vezet. Jó. Akkor viszont ez felveti azt a kérdést, hogy miért nem tudjuk jól elmagyarázni azt, hogy örüljenek annak a gyereknek, vállalják, ha nem tudják ők felnevelni, akkor adják örökbe, sorbálnak pároknak a tízezrei, százezrei, azért a világ végére elutaznak, hogy gyerekük lehessen. Valahogy nem megy át. Nagyon fontos kérdés, és ha egy kicsit még tágabb perspektívába helyezzük ezt az ügyet, akkor azt látjuk, hogy nincsen olyan jóléti állam a világon, amely demográfiai értelemben fent tudná tartani magát, tehát mondjuk, ahol a termékenység elérné a 2,1-et. Ahol nagy a jólét, egyre kevesebb. Ott van kevesebb gyermek, és ez egyébként Magyarországon belül is így van, tehát Budapesten a legmagasabbak a keresetek, és ott születik a legkevesebb gyermek egy nőre számítva, még a legszegényebb részeken születik a legtöbb gyermek, tehát ez mutatja, hogy elsődlegesen kulturális kérdésről van szó. És hogyha nem csak földrajzi perspektívát nyitunk, hanem történelmit, akkor azt látjuk, hogy azért Magyarország 1000 éves történetében rengeteg olyan pillanat volt, amikor ténylegesen megkérdőjeleződött a nemzetünk fennmaradása, túlélésének az esélye, akár az államiság is, hogyha veszélybe került, erre gondolunk, de mindig demográfiai értelemben ki tudtunk lábalni ezekből a válságokból, azért, mert az életet és a családot senki nem kérdőjelezte meg. Ez az az érték, ami fenntartotta ezt a civilizációt, a kereszténységet, a magyarságot az elmúlt 1000 évben, és ezt támadta meg az ateizmus, a liberalizmus, a fogyasztói társadalom, az önzés, az individualizmusnak a kultúrája, és ez az, amivel szemben kell most védekeznünk, és ez az, amit le kell győznünk ahhoz, hogy ezeket az értékeket megtartsuk, és egyáltalán legyen még kinek átadni a földünket. Ugye a francia törvényjavaslat azzal érvel, hogy a nők szenvedései csökkent, a nők szenvedéseire hivatkozik. Tehát hogyan tudunk foglalkozni azzal a hazugsággal, hogy az a nő, aki babát vár, az egy áldozat? Tehát valahogy ezt keresztül kellene érezheti mondani. Érezheti magát valaki egy nem várt pillanatban kopogtató élettől mondjuk kétségbeesve, de egyfelől adott minden lehetőség arra, hogy valaki egy nem kívánt várandóságot elkerülhessen. Tehát, hogy ma már ennek mind ez erről való tudás, mint pedig az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egyébként majd bekapsz egy tablettát utána, ugye ma már a legtöbb európai országban is abortusz tablettával intézik ezeket a problémákat, mert itt már egy megfogant életről van szó, tehát teljesen irracionális az, hogy ilyen megoldásokhoz folyamodjunk. A másik pedig egyébként nekünk van a Szent István Intézettel egy erre vonatkozó javaslatunk, amit több ízben elmondtunk már, hogy miért nem segítünk az első pillanattól az édesanyáknak, mondjuk egy éjjel-nappal hívható krízis számnak a lehetőségét legalább felkínálva számukra, hogyha bajban vannak, akkor igenis nyújtsunk feléjük segítő kezet. És beszéljünk a képviselőasszony javaslatáról is.
a szívhang törvényre gondol. Én szerettem volna ezzel egy szemléletváltást elindítani, és azt megmutatni minden anyának, hogy akit a szíve alatt hord, az egy élő, érző, emberi lény, aki attól még, hogy nem látjuk kívülről, attól még ott van, és ahogyan a tudomány is alátámasztja, a fogantatás pillanatában jön létre az élet, az új minőség, és onnantól kezdve már csak fejlődik. És ez teljesen mindegy a méltósága szempontjából, hogy ő most egy hetes, egy éves vagy 20 éves, ugyanolyan méltósága van. És ezt szerettem volna tudatosítani, mert nagyon sokan nem is tudják sajnos Magyarországon, hogy egy olyan magzat gyermekről beszélünk, akinek már dobog a szíve. Akár 4 hetesen már kimutattak szívhangot az Egyesült Államokban, tehát egy érző lényről van szó, akinek az életét védelem kell, hogy megillesse. És a válsághelyzettel kapcsolatban szeretném elmondani, talán jobban megragadja a nézőket is, Cristiano Ronaldónak a példáját, akinek az édesanyja a nagy szegénység miatt valóban abortuszra készült, és ez nem sikerült, ez az abortusz, és ennek köszönheti az életét a világ talán legjobb focistája, aki aztán olyan gazdagságban él, amilyet talán a szülei el sem tudtak képzelni. Tehát ami egy adott pillanatban nehézségnek tűnik, az nem feltétlenül lesz nehézség néhány év elteltével. De az élet kioltása az visszavonhatatlan döntés. Máté Zsuzsának, Dúró Dórának köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük a lehetőséget.